Szeretettel üdvözlünk mindenkit mai sajtótájékoztatónkon, amelyet a Nemzeti Választási Iroda előtt tartunk. Ez az a hely, ahol mindent meg kell tenni azért, hogy minden magyar állampolgár élhessen a választójogával. Az elmúlt napokban kapták meg a választópolgárok az értesítést az április 8-ai parlamenti választásra. De úgy tűnik, hogy nem csak a Fidesz, hanem a Fidesz házi szervezete, a választási iroda is nem egyenlő mértékben méri a magyarokat. Miközben a választási iroda óriási erőfeszítéseket tesz azért, hogy a kettős állampolgárságú magyar állampolgárok, tehát a magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok regisztráljanak a névjegyzékbe, addig mi úgy látjuk, hogy semmilyen erőfeszítést nem tesznek annak érdekében, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező, de tartósan külföldön dolgozó magyar állampolgárok szintén szavazhassanak. Ez csak a jéghegy csúcsa azonban, hiszen az elmúlt években azt látjuk, hogy a Fidesz semmilyen módon nem reagál arra a helyzetre, hogy Magyarország legtehetségesebb, leginkább invenciódus és leginkább bátor fiataljai elhagyják ezt az országot. Nem azért, mert kalandozni akarnak Európában, hanem azért, mert úgy érzik, hogy Magyarországon nem tudnak kibontakozni. A miniszterelnök úr 4 évvel ezelőtt azt mondta egy tévés interjúban, hogy ha a kormány kap még 4 évet, akkor tömegesen fognak visszajönni a magyar fiatalok Magyarországra. Kapott még 4 évet, és a magyar fiatalok továbbra is tömegesen hagyják el az országot. Április 8-án ezen is változtatnunk kell, és a következő kormánynak mindent meg kell tenni azért, hogy legyen világos kormányzati stratégia arra, hogy Magyarország ne legyen kivándorló ország, és legyen világos stratégia arra, hogy a tehetséges fiatalokat itt tartsuk, és akik elmentek, azokat megpróbáljuk visszahozni. Nagyon örülök, hogy ezt a sajtótájékoztatót Újhely István barátommal tarthatom közösen, akit 14 éves korom óta ismerek egyébként, és aki az elmúlt időszakban úgy tűnt, hogy inkább egy vesztesége lesz a magyar baloldalnak, ehhez képest úgy tűnik, hogy ma aktívan tudunk együtt dolgozni azért, hogy például a magyar fiatalokat itt tartsuk és visszacsábítsuk Magyarországra. Arra kértem képviselő urat, hogy segítsen annak a kormányzati stratégiának a kidolgozásában, amit a következő kormány a vezetésemben meg fog valósítani annak érdekében, hogy a fiatalok itt maradjanak és hazajöjjenek. El fogjuk indítani kormányon április 8-a után a hazaváró programot, aminek azt gondolom, hogy külön súlyt kell adnia a kormány következő kormányzatban azzal, hogy egy önálló államtitkárságnak kell majd dolgoznia ezeken a programokon. Ennek a programnak nyilván az első és legfontosabb része az, hogy az egyenlő választójog elvét meg kell adnunk minden magyarnak, azoknak is, akik elhagyták az országot, mert úgy érezték, hogy máshol jobban ki tudnak bontakozni. Minden meg kell tennünk azért, az első ingyenes diplomával, bérlakásprogrammal, egy perspektívát adó ország ígéretével, hogy a fiatalok itt maradjanak Magyarországon, és külön adókedvezményekkel kell egy hazaváró programot létrehozni, ahol a munkaadók, önkormányzatok, akár állami intézmények is külön pályázati forrás kaphatnak arra, hogy visszacsábítsanak Magyarországra tehetséges fiatalokat. De a legfontosabb mégis az, hogy Magyarországnak egy olyan országá kell válnia, ahol van perspektíva, ahol az emberek, a fiatalok is és minden más állampolgár úgy érezheti, hogy egyenlő súlyú és rangú polgára ennek a hazának, ahol nincsenek diszkriminációk, például a választójogban, és egyébként mindenki úgy érezheti, hogy Magyarországon jobban ki tudja bontakoztatni a benne lévő tehetséget, mint hogyha elhagyná az országot. Ennek az országnak az ígéretével vágunk neki az április 8-ai választásnak, és nagyon köszönöm, és nagyon örülök annak, hogy Újhely István újra része annak a csapatnak, ami ezt az igazságos és perspektívát is adó országot majd létre tudja hozni. Köszönöm szépen, miniszterelnök jelölt úr, polgármester úr, kedves Gergő. Valóban egy kamasz korunk óta tartó barátságot most tovább erősítünk egy politikai szövetséggel. Egy olyan politikai szövetséggel, amelyben 2 területen vállaltam, rendkívül aktív a kampány végéig, majd azt követően a karácsony kormányt támogató feladatot. Az egyik az Európai Uniós Magyarországgal kapcsolatos ügyek, amelyben külön programot szervezünk a miniszterelnök jelöltnek Brüsszelben néhány héten belül, nyilván arról majd tájékoztatjuk külön még önöket. A másik pedig az a bizonyos hazaváró program, amely nem hiszem, hogy újdonság az én számból, hiszen több éve az egyetlen olyan magyar politikus vagyok, aki rendszeres fogadórát tart a határon túl, dolgozni, tanulni, Magyarországról elment fiatalokkal,
Londonban, Berlinben, Rómában, Párizsban és még számtalan helyen tartottam már rendezvényeket és fogadórákat, és gyűjtöttem össze azokat az elvárásokat a kint élő honfitársainktól, amelyeket ők megfogalmaztak a mindenkori magyar kormányzattal szembe. Nem titok, önöknek sem, és Gergő is utalt rá, hogy az elmúlt 8 évben az Orbán kormány leginkább letagadta, eltagadta ezt a problémát. Nem akart azzal szembesülni, és ezért nem is tett semmit annak érdekében, hogy kevesebben hagyják el Magyarországot, és többen jöjjenek haza, hogy itthon éljenek velünk ebben a közösségben. Nincsenek magyar oktatási, kulturális létesítmények, nincs normális, rendes kapcsolattartás, konzulátusok, és sajnos ez is jól mutatja, hogy mit jelent a kormányzat számára ez az ügy, hogy egyetlen egy befutcsolt programot, komoly közpénzeket elköltve indított néhány évvel ezelőtt a kormánya a Gyere Haza Fiatal programot, aminek aztán semmi, de semmi valódi haszna nem született. Nem tudom, tudják-e, ismerik-e az adatokat. Az utolsó KSH adat szerint, tehát ez a kormány adatszolgáltatása, több mint 900 milliárd forintot utalnak egy év alatt haza. A külföldre vándorolt a magyar valóságról a lábukkal szavazó honfitársaink. 900 milliárd forintot, amely ötszöröse a magyar felsőoktatás költségvetésének, vagy azt is mondhatnám, hogy háromszor annyi, mint amennyit a EB-ren foglalkoztatott közmunkásokra költ a magyar köztársaság kormánya egy évben. 900 milliárd forint, tehát egy jelentős tétel a magyar államháztartás szempontjából, ehhez képest semmi, de semmi figyelmet és energiát nem szán a kormányzat ezekre a fiatalokra, többnyire fiatalokra. És vajon miért? Hát mert a pénzük kell, de szavazati jogot, beleszólást a haza dolgaiba már nem akarnak nekik adni. A Nemzeti Választási Iroda vezetője ősszel büszkén mondta, hogy ő bizony saját kampányt is folytatott személyes jelenlétével a kettős állampolgársággal rendelkező magyar nemzettársainknál Erdélyben és máshol, és mintegy 527 ezer levelet is szétküldtek a magyar költségvetés terhére a kettős állampolgár szavazati joggal rendelkező nemzettársainknak, hogy regisztráljanak a kampányba. Ehhez képest semmi, de semmi energiát nem fordít a Nemzeti Választási Iroda és a magyar kormányzat, hogy a többségében Nyugat-Európában élő honfitársainkat is ugyanilyen módon tájékoztassa arról, hogyan kell regisztráljanak, hogyan tudnak szavazni. Az én manchesteri, illetve skóciai fogadóráim hatására a közösen indított kampányunknak, nyomásunknak köszönhetően most két új konzulátus nyílik Manchesterben, illetve Skóciában, hogy az ottani magyarok mindennapos ügyintézésébe, és majd most áprilisban a szavazásuk helyszíni biztosítására meg legyen a helység. De még hány ilyen magyar közösség van, aki várná a magyar kormány napi szintű együttműködését? Mi arra kötünk most szövetséget Gergővel, hogy még egyszer hangsúlyozom a kampányig, és azt követően pedig kormányon, a kormányzat szintjére emeljük a külföldre kényszerült magyarokkal való kapcsolattartást, és az itthon maradt Skype nagyszülők és Skype szülőkkel való kapcsolattartást, hogy ismét tudjuk egyesíteni a magyar nemzetet. Szeretném önöknek még elmondani, hogy a tegnapi napig mintegy 345 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező állampolgár, tehát 345 ezer kettős állampolgár regisztrált a kormány kampányának köszönhetően. Pontosan tudjuk és ne tagadjuk le a tényeket, hogy nagy valószínűséggel többnyire a Fideszt és a kormány folytatását, a kormány politikáját támogató határon túli magyarokról van szó. A 345 ezerrel szembe mindössze 7 ezer külföldön dolgozó vagy tanuló magyar állampolgár regisztrált a választásokra. 7000-en abból a több mint 600 ezerből, akik kint élnek. Na ez igazi bűn, és ez ugyanúgy, mint ahogy a magyar választójogi rendszer, amely két felé bontotta a szavazás lehetőségét, azokra, akik levélben szavaznak, és azokra a megkülönböztetett, hátrányosan megkülönböztetett magyar honfitársainkra, akik
kizárólag csak konzulátusokon és külképviseleteken szavazhatnak. Ez mutatja, hogy a Fidesznek csak a pénzükre van szüksége, de hogy beleszólás jogát már nem akarják megadni. Mi azt vállaltuk, és én azt vállaltam a Gergő felé, hogy önálló regisztrációs kampányt indítok a külföldön dolgozó magyarok körében. Ez most már zajlik napok óta fizetett hirdetésekben, és németországi, angliai, francia, belga, holland, különböző sajtóorgánokkal való együttműködésben. Regisztrációs kampányt, amelyben fölhívom arra a figyelmet, hogy miképpen kell és hogyan tudnak szavazni a kint élő magyarok. De személyesen Karácsony Gergő is elmegy Manchesterbe és találkozik a helyi magyarsággal. Találkozunk Manchester város vezetésével is néhány héten belül, hogy képviseljük, támogassuk, szolgáljuk az érdekeit a kint élő magyaroknak. Hölgyeim és uraim, ennyit szerettem volna röviden elmondani, és Gergőnek is válaszolva vállalom azt a felelősséget, hogy a hazaváró programot tovább visszük, és majd kormányzati időszakban a Karácsony kormány számára Brüsszelből, Manchesterből és innen Budapestről megszolgáljuk azt a bizalmat, amit majd a választóktól ezért kapunk. Köszönöm szépen a figyelmet!